Lezuhant hőlégballon, verekedés a kilátónál és vízbefulladás Miskolcon. Ilyen helyzetekkel találkoztak a hétvégén az országos első segélynyújtó verseny résztvevői. 63 csapat érkezett hazánkból Miskolcra, hogy bebizonyítsák, tragédia esetén azonnal képesek életet menteni. A megyeszékhely 20 év után adott újra otthont a megmérettetésnek. Háromszáz fiatal érkezett a Ferenczi Sándor egészségügyi szakgimnáziumba pénteken. Két évtized után ugyanis újra Miskolc adott otthont az országos első segélynyújtó verseny döntőjének az első segélynyújtás világnapján. Sokszor perceken múlik a lét vagy nem lét. A mentők megérkezéséig szükség lehet a segítségünkre, közreműködésünkre. A verseny résztvevői a döntőbejutásukkal már bebizonyították, hogy ezen a tudással rendelkeznek. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a versenyzők 21 állomásos körpályán adtak számot elméleti és gyakorlati elsősegélynyújtó ismereteikről. Szinte az egész elsősegélynyújtó könyvet átvettük A-tól C-ig, minden a kötések, vérzések, fektetések, mindent, amit csak lehet, még az éjszaka közepén is nagyon készültünk, hogy a legjobbakba reménykedünk. Összesen 63 csapat fiatal nyújtott elsősegélyt Miskolcon. 20 évre volt utoljára 1998-ban, amikor a mi szervezetünk valósította meg ezt a versenyt. Egyrészt egy nagy kihívás, hiszen több mint 700 résztvevőt kell mozgatnunk, meg kell szerveznünk ugye a szakmai részét a versenynek, és ezt a háromnapos gyakorlatilag ünnepet, ami az első segélynyújtásról szól. A szituációk szerint a színvateraszon egy vízből kimentett fuldoklónak segítettek a csapatok, az avasi kilátónál viszont hatalmas verekedés volt. Ez pedig a Hősök tere, ahol egy hőlégballon csapódott a földnek. Sok volt a sérült, akik sokkot kaptak. A szakszerű első segélynyújtás fontosságára hívta fel a figyelmet a verseny az első segélynyújtás világnapján. A világban, ahol Vöröskereszt vagy Vörösfehérhold nemzeti társaság van, ott ma ünneplik az első segélynyújtás világnapját. Ezért is döntöttünk úgy pár évvel ezelőtt, hogy erre a napra időzítjük az országos első segélynyújtó versenyünket. Ez pedig már a maratoni életmentő nap vége. A díjátadón Kis János alpolgármester örömét fejezte ki, hogy Miskolcon hívta fel a figyelmet a Vöröskereszt az első segélynyújtás fontosságára. Akik itt vannak, azok bizonyíthatják, hogy azok tanúsíthatják, hogy mégiscsak tanulható ez a szakma, hogyha szabad szakmának nevezni ma este az első segélynyújtást. Remélem, hogy az önök itt léte nem volt hiába való, sőt biztos is vagyok benne. 16 európai ország Vöröskereszt szervezetének kezdeményezésére ünnepli a világ 2000 óta, szeptember 2. szombatján az első segélynyújtás világnapját. A célja felhívni a figyelmet arra, hogy szakszerű első segélynyújtással az átlagember is életet menthet.